Sziasztok! Retrozzunk egy új évit. Azért új évit, mert a mai bemutató alanya a Ki vagy rúgva, vagy eredeti címén Szegd című játék apropója pont a szilveszter volt számomra. Ugyanis a tök jól sikerült évzáró után január 2-án már bennem is kellett dolgozni, így az elseje a kötelező regenerálódás mellett kifejezetten depresszív nap volt. Valahol félúton a reggeli kávé és a második reggeli kávé között jutott eszembe, hogy volt egy ilyen idióta játék, ami arról szólt, hogy szét kell cseszni mindent a munkahelyeden, ahonnan kirúgtak, és az utolsó napodat azzal akarod emlékezetessé tenni, hogy pokollá teszed a kollégáid és a főnököd életét. Valahogy akkor és ott, abban az idegállapotban úgy éreztem, hogy nekem lenne kedvem ezzel játszani. És valóban létezik egy ilyen játék 2003-ból, ráadásul nekem meg is van, mint kiderült. Valahol hihetetlen, hogy ez a játék megjelent rendes, dobozos formában, holott ma már legfeljebb a flash játékok között hasíthatna, de hát ezt hívják fejlődésnek. Indítás után beírjuk a nevünket, választunk, hogy férfi vagy női főhőssel akarunk lenni. Én férfit választottam, mert hímsovinista disznó vagyok, és már kezdhetünk is. Tehát itt vagyunk az irodában, és szépen szétcseszünk mindent. És ezt fogjuk csinálni az összes pályán a játék végéig. Kifosztjuk a hűtőt, szétcsesszük a fénymásolót, formatáljuk a gépeket, bekenjük az ablakokat, kiborítjuk a táskákat, letépjük a posztereket, felcsavarjuk a fűtést, összetörjük a kollégák cuccait, lenyújjuk, amit csak lehet, és mindent tönkreteszünk, amit csak tudunk, persze úgy, hogy közben ne kapjanak rajta. Minimális taktikázás azért került a játékba, az irodában érdemes először azokra a berendezésekre rárepülni, amit a kollégáink használnak, tehát első útunk lehetőleg a mosdóba vagy a konyhába vezessen, hogy minél több kollégát felidegesíthessünk egyszerre. Dühöngő kollégák ugyanis pluszpontot érnek, nem sokat, de ismerjük a mondást, sok kicsi, kapja be mindegyik. Igyekezzünk mindent szétcseszni, mielőtt az első bemeneti vagy kimeneti hullám megjelenik, ilyenkor ugyanis felszabadulnak az íróasztalok, és elkezdhetjük szabotálni a munkakörnyezetet. Érdemes összegyűjteni az itt-ott található használati tárgyakat, mint az öngyújtó, a ketchup, a ragasztó, a cigarettás doboz, mert ezekkel újabb lehetőségek nyílnak meg. Hogy csak néhány példát említsek, a ketchuppal össze lehet dzsuvázni a hűtőt, vagy akár a szerverszekrényt, egérfogót lehet tenni például a táskákba, összecelluxozhatunk billentyűzeteket, tojást rakhatunk a mikróba, amitől felrobban. Az öngyújtót meg talán nem kell külön elmagyarázni. Fel is gyújthatom egy épületet. Ezek poénosnak hangzanak, de sajnos csak nagyon minimális mértékben azok, mivel csak pluszpont jár értük, semmilyen más következménye nincs. Nem fog senki elcsúszni egy felrúgott vizes vödörben, nem fognak többet járni a konyhába a kollégák, ha mindenhol máshol felcsavarom a fűtést, nem fog senki belenyúlni a táskájába, miután beleraktam egy egérfogót. Az a fajta jópofa összetettség, ami például a hasonló ötletre épülő Neighbors from Hell-t olyan szórakoztatóvá tette, itt teljes mértékben hiányzik. Még arra is csak nagyon ritkán akad példa, hogy valami külön animációt láthatunk, nem pedig a szokásos új tördelést. Vagy nem tudom mi ez, levegőmasszírozás. A játék éppen emiatt rekordidő alatt kiismerhető, és onnantól ugyanazt a metódus fogjuk alkalmazni mind a kb. 20 pályán, és borzasztóan fogunk örülni, amikor látunk valami új objektumot. Úristen, ilyen még nem volt? Egy légkondigenerátor? Na hát, tehetek bele tojást? Teszek bele tojást? Megnézhetem ugyanazt az animációt, amit eddig, és kaptam egy csomó pontot. De jó! A pontok viszont hasznosabbak, mint hinnénk, mert a pályákon előírt cél elérése nem mindig olyan egyszerű. Általában rendesen ki van centízve a finálé. Főleg amikor bevágol a játék, és a kollégák egyszerűen nem hajlandóak elmozdulni a helyükről. Húzzatok már a p***ába,
meg. Persze van score módja is a játéknak, itt nem az a cél, hogy adott időn belül elérjünk meg adott pontszámot, hanem hogy adott időn belül minél több pontot érjünk el. Itt több időd van kísérletezni a tárgyakkal és berendezésekkel, de nekem mégis jobban bejött a feszültebb, jóval komolyabb kihívást kínáló time mód. Egyébként a kollégák teljességgel random módon viselkednek, van, hogy észre se veszik, hogy közvetlen mellettük gyújtok fel egy kukát, máskor meg kikérik maguknak, hogy én elveszek egy celluxot a polcról. Már most kérem tisztelettel, miért ne akarhatnék használni egy celluxot egy irodában? A legjobb viszont mégis az, amikor telefonbetyárkodok jó hangosan, miközben a kollégáim ott ülnek mellettem. Nagyon szoros határidőkkel dolgozhatnak. De olyan is volt, hogy nem tudták használni a WC-t, dühöngtek egy sort, majd a következő gondolatuk az volt, hogy elmennek kávéért. Érdekes. Emiatt sem érdemes más taktikát alkalmazni a már beváltnál, főleg a későbbi pályákon, amik már eléggé brutál méretűek, és bár a nagyobb méret és több kolléga több szétcseszésre váró objektumot is jelent, itt már át kell gondolni, hogy mit mikor kezdünk el aprítani, különben úgy járunk, hogy rajta kapnak, amint éppen belehúgyozunk a kávéautomatába, és ezt bizony ki kell magyarázni. Rajtakapáskor egy mini játék kezdődik, ahol a megfelelő színre a megfelelő színnel kell válaszolni, megfelelő sorrendben, háromszor, és kész. Érdekes módszer, az utolsó munkanapomon majd kipróbálom. Black Sheep kolléga, maga minden adatot letörölt a szerverről és telepakolt a Bad Movies videókkal. Magyarázza meg! Piros löty, kék hullám, sárga napocska. Értem, kellemes pihenést. Az eddigiek alapján úgy tűnhet, hogy ez egy szarjáték, és valóban nem sok választja el ettől, de mégis van benne valami, ami miatt nagyon szórakoztató és addiktív, ez pedig pont a rajtakapás. Mert azáltal, hogy ez a minijáték jön elő újra és újra, akárhányszor csak lebuksz a kollégák előtt, egyre nehezedve, tehát minden alkalommal egyel több szimbólumot kell eltalálni, és ez a minijáték egyáltalán nem nehéz, viszont kegyetlenül hosszadalmas és fárasztó. Nagyon hamar eleged lesz belőle, és emiatt nagyon, de nagyon nem akarod, hogy elkapjanak, mert akkor már megint jöhet ez az idegesítő szimbólumozás, amiből ráadásul kilépni se lehet. Aj! Ezzel a játék megteremti azt a feszültséget, hogy éppen formázod a gépet, vagy ereszted le a hűtőt, de a kolléga már ott van a sarkon, és basszus, meg lesz, megvan! Ez egy remek játékelem, ami minden tirpáksága ellenére élettel tölti meg ezt a játékot, és mindig visszacsábít egy újabb próbálkozásra. Ez nagyjából lefedi a játékról alkotott véleményemet is. Nehezen tudnám azt mondani, hogy a Ki vagy rúgva egy jó játék, de hogyha túlépsz azon, hogy mekkora kreténség az egész, akkor tartogathat számodra pár kellemes percet. Azért azon nem csodálkozom, hogy nem lett belőle klasszikus.